A minisztert a Városházán fogadták a község elöljárói, majd ellátogattak több oktatási intézménybe, ahol a jövőben terveznek beruházásokat, vagy már folynak bizonyos munkálatok. Az egyik legjelentősebb a gimnázium épületére vár, ahol felújítást végeznek a jövő évben. A szerződést már aláírták a kivitelezővel. Mindhárom iskola oktatása rendkívül színvonalas, főleg a gimnáziumé. Az eredmények láthatóak is. A jövőben az ilyen iskolákat különböző pénzforrásból jutalmazzuk. Készülőben van az a rendszer, amely a színvonalasabb iskolákat több bevételhez juttatja, és majd ez motiválhatja a tanárokat. A beruházó, az önkormányzat azonban a terveket a közberuházások kezelésével foglalkozó iroda hagyja jóvá. Zentán összesen több mint 200 millió dinár értékben folynak munkálatok. Ezen tervek elfogadásának kritériuma nagyon egyszerű. Azon az épületen dolgoznak, amelynek van kész terve. A pénz nem akadály, nem is volt az, amióta ez a program tart. A felújítási munkálatok alatt az épületben helyet kapó három középiskola 1000 diákja számára a környékbeli általános iskolákban szervezik meg a tanítást. A szerződést megkötöttük, kivitelező megnyerte a pályázatot, a munkálatok értéke 169 millió dinár, és úgy van tervezve, hogy január végén megkezdenek a munkálatok, a terv szerint szeptember 1-ére kell, hogy befejezzék. A vendégek ellátogattak a jelenleg felújítás alatt álló Turzó Lajos általános iskolába is, amelybe a remények szerint további jelentős összegeket ruháznak be.